A gyanú szerint egy 42 éves férfi több mint egy éve árusított drognak minősülő fehér kristályos port, amelynek tiszta hatóanyag tartalma meghaladta a csekély mennyiség 20 szorosát. Az aprólékos nyomozásnak köszönhetően a rendőrök a lakásán fogták el a férfit a házban drogbizniszhez használt eszközöket, pénzt és kábítószer gyanús anyagot találtak a nyomozók. A terjesztőt kábítószer kereskedelem és kábítószer birtoklása büntet miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatását. Az egyenruhások egy 48 éves helyi férfit és egy 28 éves helyi nőt is előállítottak a rendőrkapitányságra. A két fogyasztót kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt hallgatták ki, gyanúsítottként. Szabadlábon hagyásuk mellett folytatják velük szemben az eljárást.